utolsó képességekben a te egyesület fog bemutatót tartani, mert ez kár a csapatot, amelyek a színszem, hogy előre. Megvárták ezt a nagyon hosszú dolgot. Szánom már, hogy nem ügyenetlen, hogy egyszer megpróbálom megszólálni. Először is nagyon-nagyon nagy tiszteletben megköszönni azoknak, akik valamit az igazi orvosok nevében, hogy végignézik és valóban kiadottak itt mellettünk az utolsó pillanat. Mi leszünk az utolsó pillanat, hogy valóban nagyon tiszteletben megköszönni azoknak, hogy valóban ilyen kiadottak és végignézik ezeket a bemutatókat. Kirkusin karata megalapító Szországnak az olyan a tízlámos mestere volt. Ő kezdte el kifejleszteni a Kirkus karamikor, ő sokokában kezdett, emellett dzsúdózott, közel a művész volt, és utána döntött úgy, hogy ki fogja alapítani magát a Kirkusin. A mi szervezetünk az Inkó Matosinkban világszervezet, mi ennek vagyunk az egyik tagja, az Olyama Karate Hungari szervezet, Simán Borza József Antanos Mester a szervezetünknek a vezetője. A mostani bemutatóban a Fighter Sport Egyesület, Kirkusin Sport Egyesület bemutatóját fogják látni. Simán Tóth Zsolt, öddanos mester és szervezetünknek a brand chiefje. A brand chief annyit jelent, mint országképviselő. Mellette lesznek karatékák, tanulók, mint látják, különböző fokozatokkal, sárga öftől zöldövig, tehát ők még kimondottan a kezdő korszakban vannak. Én magam Veres Károly vagyok, öddanos mester, én a rendőrség keretén belül kiképzőközpontban tartom az edzéseket. A bemutatókról szeretnék pár szót mondani, hogy a kirkusin karate, ez a küzdősportosok között is köztudott, hogy egy erős karate, nincs védőfelszerelés, csupasz kéz és csupasz lábbal történik küzdelmek, és a küzdelmek addig folytatódnak, míg valamelyik karatés tulajdonképpen le nem győzi a másikat. Ez lehet különböző pontértékekben, bazari félpont, vagy ifonnal, vagy pedig bírói döntéssel hozhatják ki a győzteseket. Nagyon kemény, komoly küzdelmek voltak nekünk. A szervezetünknek a múlt évben volt az Európa bajnoksága. Nagyon nagy sikerrel két nap leforgás alatt zajlottak le a versenyek. 24 ország részvételével Egerben történt ez, meglátogatta a versenyt, vagyis részt vett rajta a szervezet, a világszervezetnek két prominens személyisége is, a Matsushima Simán, a 9-danos mester, és Taylor mester, ő is szintén 9-danos. A bemutatókról mondanék még pár szót. A bemutató keretében alaptechnikai gyakorlatokat fognak látni, különböző védéseket, ütéseket és rúgásokat. Majd a Simán Tóth Zsolt egy kátát fog bemutatni, utána önvédelmi gyakorlatok lesznek, szintén a Simán Tóth Zsolt és tanítványai részvételével, amelyben a támadások botos támadások lesznek, és ebben már töréstechnikai rész is lesz. Majd én fogok egy botkátát bemutatni, majd egy kis rövid önvédelmi, fegyveres önvédelmi gyakorlatot, és utána a tanítványok küzdő gyakorlatai fognak következni. A küzdő gyakorlat után pedig a végén marad a törés, ugye Szószájm azt mutatója azt mondta, hogy a karate törés nélkül olyan, mint a fa gyümölcs nélkül. Nagyon nagy hangsúlyt fektetett a törés technikára. Biztos, hogy sokan látták, azt ő volt az egyetlen ember, aki egyetlen ütéssel leütötte a bikának a szarvát, tehát szemben állt egy bikával a küzdőtéren, és egyetlen ütéssel leütötte a bika szarvát.
nagyon sok küzdelemben vett részt, nagyon sok töréstechnikai bemutatót hajtott végre. Az egyik leghíresebb ugye ez a vihaszalmának a leütése, a másik pedig a viszkis üvegnyakának a leütése volt, ami nagyon nagy koncentrációt és borzasztó gyorsaságot igényel ahhoz, hogy egy alátámasztatlan üvegnek egyetlen ütéssel úgy leütötte a nyakát, hogy az üveg nem billent fel. Azért beszélek ennyit, mert még közben építjük itt a töréstechnikai résznek, és nem szeretném, ha az a pár kitartó emberét unalkozni, és ezért szeretnék még pár szót mondani a szervezetünkről. Most volt a kiukusi szervezetnek a 40 éves évfordulója. Ez egy nagyon nagy szó, nagyon nagy szám, ugye 40 éve Mészáros Attila mester meglátogatott minket Svédországból, lement a TF-ben, tartott egy edzést, Sihan Furkó Kálmán és Hansi Adami István ezen részt vettek, akik akkor a TF, Sihan Kálmánról TF-re járt Adami, Sihan ő ugye jóval fiatalabb, ő csak lelátogatott edzésre, judó edzésekre járt a Garla mesterhez, és akkor kezdődött el a kiukusi karate. Tehát ebben az időben ünnepeljük a kiukusi karatének a 40 éves évfordulóját. A Sihan Kócsolt, ő már 24 éve űzi ezt a sportot. Én személyesen 32 éve köteleztem el magam egy végzetes pillanatban ennek a sportnak a művelésére. Bízok benne, lassan felépül a töréstechnikai rész, és akkor elkezdhetjük a bemutatót. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket és a kitartásukat, hogy idáig itt maradtak. Nagyon szépen köszönjük a kitartást is, és annak a kb. 100-120 embernek, aki még maradt. És rövidesen kezdeni fogom.
Thank you.
Most itt gondolkodtál, hogy